Üdv mindenkinek a csatornán, itt Fanni, és nagyon remélem, hogy fantasztikus Mikulásatok volt. Gondolom mindenki várja már a karácsonyt, hiszen fantasztikus a hangulat, és a kajákról ne is beszéljünk. És pont ezért gondolom, hogy elég sokat fogunk enni mindannyian. Úgyhogy arra gondoltam, hogy 5 olyan tippet fogok veletek megosztani, vagy ilyen ötletet, amit kicsit produktívabbak lehettek a december folyamán. Úgyhogy igen, ha érdekel titeket, akkor tartsatok velem, és kezdjünk is bele. A legelső az igazából azoknak szól, akiknek van házi állata, ugyanis, és most nem ilyen hörcsögre gondolok meg ilyenekre, hanem mondjuk kutya, macska, ló. Szerintem azért, amikor suli van, akkor hajlamosabbak vagyunk elfeledkezni a kisállatunkról, és ez szerintem nem jó dolog, hiszen ők ugyanúgy igénylik a foglalkozást és a játékot, úgyhogy pont ezért az első pont az, hogy játszatok a kisállatotokkal, ha van, mivel én is annyira jókat tudok játszani a macsóval, amikor tényleg így van időm és kedvem is hozzá, hogy ilyen, igaz csak ilyen 4 óra 20 percet, mert szegényként nagyon gyorsan kifárad, de olyan jó, hogy rohangálunk össze-vissza a lakásba, hogy elkapjam a hajgumit, amit elvitt, mert minden, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó időtöltés lehet, úgyhogy igen, ez az első pont. A második az kicsit olyan nyilvánvaló, hogy dekoráljatok, mivel így nagyon szép lesz a lakás, és szerintem azért, mire mindent kidekoráltok, és pakoltok minden, az azért időigényes, és el is lehet benne fáradni, szóval egy kicsi mozgást igényel, és hát nem csak simán ültök, és mondjuk tévéztek. Aztán a harmadik, az igazából a rossz időre tekintettel van, ez pedig a Just Dance. Hát van ilyen vlog is fenn a csatornán, amikor Just Dance-elek az Annával és a Riával. Úgy van, hogy nem kell ugye megvenni hozzá a játékot, hanem YouTube-on beírjátok, és ugyanúgy tudtok játszani igazából, csak ugye nincs érzékelő, de egyedül is élvezetes csinálni, de nyilván ha áthívjátok a barátnőiteket, akkor ez tök jó buli lehet. Úgyhogy ez a harmadik pont. A negyedik az, ha már úgyis karácsony van, nyilván nagyon szép a város, úgyhogy menjetek el, nézzetek ajándékokat, hogy mit vennétek a szeretteiteknek, illetve ittassatok be egy kis városnézést, és szerintem ez is tök jó, mivel egy 2-3 órát elsétálgattok a városba, és ez is tök jó mozgás. Az utolsó pedig a korcsolyázás. Én még nem voltam, de már tervezem, hogy megyek, mivel ez is fantasztikus, és pár óra eltelik anélkül, hogy észrevennétek, és tényleg tök jó mozgás, nagyon buli, és ezt is ugye hát nyilván haverokkal, de annyira jó, úgyhogy szerintem mindenképp menjetek el korcsolyázni, ha megtehetitek. Oké, ennyi is lett volna ez a része a videónak, és most jöhet a nyereményjáték, mert gondolom mindenki igazából arra vár. A játéknak egy nyertese lesz, és akkor mutatom is, hogy most miket lehet megnyerni, és utána pedig a részleteket, hogy tudtok jelentkezni. Szóval, a legelső termék az a Lush-nak ez a bubblegumos ajakradírja. A második pedig a Victoria's Secretnek ez a vaníliás testpermete, és egyébként mindkettő termék megvan nekem, és használom őket, imádom őket, úgyhogy arra gondoltam, hogy ha ezek beváltak nekem, akkor nyilván valószínűleg nektek is beválnak. Az utolsó pedig egy kis személyes dolog, mivel nem akartam, hogy csak is simán termékeket ajándékozok, hanem tényleg szerettem volna kicsit személyesebbé tenni, és az agendemben megláttam ezt a kis nyakláncot. Egy ilyen kis boríték, amit ki lehet nyitni, és van benne egy kis kártya, ami van egy kis szívecske, viszont mellé szerintem egy kis lapra fogok írni valamit, valami nagyon aprót, és akkor ezt fogom így odaadni, mivel arra gondoltam, hogy ez egy kicsit személyesebb, és tök aranyos, úgyhogy ezt így mindenképp mellé szerettem volna tenni. A jelentkezés nagyon-nagyon könnyű, az egyik feltétel, hogy legyetek feliratkozva a csatornámra, a második pedig, hogy írjátok meg ez alá a videó alá kommentbe, hogy mi az az egy dolog, amit szerettek magatokban, ez lehet belső és külső tulajdonság, és teljesen mindegy, a lényeg, hogy valami pozitív legyen, ha már itt a karácsony, akkor önszeretetet is gyakoroljunk. És emellett pedig még azt is írjátok meg, hogy a jövőben milyen fajta videókat
látnátok tőlem szívesen, hiszen nyilván olyan videókat szeretnék csinálni, ami titeket is érdekel, és nem csak úgy random. Az eredményhirdetés pedig december 17-én vasárnap lesz a Facebook és az Instagram oldalamon, úgyhogy mindenképp kövessetek ott is. A nyertestől azt kérem, hogy mindenképp vegye fel velem a kapcsolatot, vagy Facebookon, vagy Instagramon, vagy e-mailben, és lehetőleg minél hamarabb, szóval pár napon belül, és újra sorsolás nem lesz. Ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy élveztétek, ha igen, akkor mindenképp nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem vagytok, nem csak azért, hogy megkapjátok az ajándékot, hanem azért is, hogy ne maradjatok le az új videókról, és mindenkinek további kellemes decembert kívánok, és legyetek aktívak, találkozunk legközelebb, sziasztok! Last Christmas.